rendszeresen, nálunk ez hagyomány, hogy ilyen keretek között rendezzük meg. Azt kell tudni az intézetünkről, hogy a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Református néven ment ez az intézet országos hatókörrel március 31-ig, onnantól kezdve változtatták meg a nevünket, és teljesen másfajta tartalommal vagyunk most már jelen. Április 1-jével mind a 19 megyéből integrálódott a megyei módszertani feladatellátás, ami azt jelenti, hogy az elnök úrnak azért nem idegen ez a terület, mert ugye 2011. december 31-ig között ez a feladatellátás a megyei önkormányzatoknál volt. Mondjuk áttételesen egy éven keresztül landolt egy másik területen. No, szakmailag mi ezeket a módszertani irodákat irányítjuk, amellett, hogy egyfajta vagy a szervezeti felépítésben is egyfajta megújulás van. Azt kell tudni a közművelési feladatellátásról, hogy a kultúrás minisztériumnak, illetve a kultúrás államtitkárságnak feltett szándéka az, hogy a közművelődési területnek a szakmai megújítását is kezdeményeztem, és így kerültünk mi abban a szerepbe, hogy nem csak a közművelődésről beszélünk, hanem a közművelődési szerepet átadjuk a közösségekre, tehát a civil szervezeti oldalról is kell, hogy egy erősen megerősítsük ezt a fajta feladatellátást, ezért is vagyunk itt, mert hogy egy szövetséggel kötünk azért megállapodást. Másrészt pedig nagyon fontos, hogy a közművelődési terület hogyan tud a társadalomfejlesztésen keresztül a gazdaságfejlesztésről is hatékony szerepet vállalni. Tehát minden programunkat úgy kell összeállítanunk, hogy be kell azt bizonyítsuk, hogy akár a halmozottan hátrányos helyzetű településeken is lehetőséget biztosítok a hosszú távon arra, hogy a gazdaságfejlesztésbe valamilyen élénkítő, serpentő folyamatot elindít az a fajta közművelődési feladatellátás, ami jelen pillanatban hozzánk tartozik. A szakmai megújítással kapcsolatban mi nekünk az a véleményünk, hogy önmagában a közművelődés és a kultúra nem lehet megoldás a problémákra, hanem kell, hogy megtaláljuk a különböző ágazatokkal a szinergiákat, és így kerültünk abba a helyzetbe, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériumban is felvettük a kapcsolatot, a szociális gyerekvédelmi részre is nyitottunk, illetve olyan területekre, akár az ipartestületek országos szövetség is, amely pontosan ezt a fajta szerepet erősíti a mi oldalunkra is, mert hogy nem fogjuk tudni csak önmagában, hogyha kezeljük ezt a kérdést, és így kezdeményeztük azt, és nagyon örömmel vettük, hogy partner egy stratégiai együttműködési megállapodásban a Magyar Nemzeti Hungarikum Kis Értékes Szövetsége, és találtunk olyan közös pontokat, amelyel azt gondolom, hogy az egy meg egy, az még sem kettő lesz, hanem három remélhetőleg, és ebben az együttműködéssel operatív szintű programokat is el tudunk indítani, úgyhogy én röviden ennyit szerettem volna az intézetről általános tájékoztatót adni.